Április 1-től emelkedik a régebbi Star Wars kötetek borító ára. Csapj le most kiszemelt olvasmányaidra a sugich.hu-n, és húzd be 7% extra kedvezményt a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. A Mandalori harmadik évadának harmadik része mellett megérkezett a Bad Batch legújabb epizódja is, mely immáron a 13. rész volt a második évadban. Az előző két rész után egy kicsit visszalépés volt minőség tekintetében, de ez nem azt jelenti, hogy ne vitte volna előre a történetet, hiszen egy elég nagy változás lépett életbe a csapat tagjainak az életében, ami a jövőt is elég nagy mértékben befolyásolni fogja, főleg azért, mert így már nem csak maguk iránt tartoznak felelősséggel, hanem egy kis közösségnek a tagjai iránt is, akik teljesen ártatlan emberek, békés életet szeretnének élni, ők pedig lehet, hogy veszélyt hoztak rájuk a jelenlét. Úgyhogy nem is tudnak erről. De nézzük, hogy pontosan mi történt az epizódban, és hogy mi lehet ennek a jelentősége. A rész elején az osztag Fi Genoával közösen vesz részt egy küldetésen, hogy megszerezzenek egy fát ábrázoló szobrot, valamiféle erekjét. Távozások után kapnak egy meglehetősen fenyegető hangvételű üzenetet Sith-től, amiből kiderül, már 20 napja nem tértek vissza az Ormanterre. Érdekes döntés, aminek minden bizonnyal meg lesz még a maga böjtje. Habár Sith nem túl szimpatikusan reagált le bizonyos helyzeteket az elmúlt pár részben, a frusztrációja valamelyest érthető, hiszen a csapat az évad során nem igazán teljesített egyetlen sikeres küldetést sem számára. Az valamelyest meglepő volt, hogy Fi ennyire tőle függetlenül tevékenykedik, de ebben a részben a hozzáállása elég segítőkész és szimpatikus volt, annak ellenére is, hogy elméletileg partnerek Sith-del. Figyelmezteti is a csapatot, hogy jobb nem újat húzni a trandosai nővel, majd elviszi őket egy Pabu nevű bolygóra, ahol számtalan menekült talált már új otthonra. Már az elején valamennyire számítani lehetett rá, hogy a csapat itt fog maradni, elég jó helyes számukra, azáltal pedig, hogy segítettek a helyieknek a földrengés és a cunami elleni menekülésben, érzelmileg is kapcsolatot teremtett bennük. Arról viszont nem tudnak, hogy a birodalom újra a nyomukban van, ezáltal veszélyt hoztak erre a sok ártatlan emberre, akik csak békében szeretnék élni az életüket. Főleg úgy, hogy Sid is megharagudott rájuk, így ha a birodalom elér az Ormanterre, simán fellophatja őket, még ha pontosan nem is tudja, hol vannak. A kérdés már csak a következő. Vajon a birodalom talál rájuk előbb, vagy valami elszólítja őket a bolygóról, például Rex hívása a zillos árkánnyal kapcsolatban. Hamarosan meglátjuk, hiszen már csak 3 epizód van hátra az évadból, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik. Ennél többet erről az epizódról nem igazán lehet elmondani, még csak ilyen easter egg-ek sem voltak benne, vagy utalások más művekre, amik egy fokkal érdekesebbé tették volna. Egyébként nem volt ez egy rossz rész, én élveztem, szeretem az ilyen kicsit nyugisabb hangvételű helyszíneket, történetelemeket, még hogyha ezt az idilt meg is zavarta egy kicsit ennek a cunaminak a megérkezése a földrengéssel együtt, de tetszett az egész koncepció, hogy segítenek a helyieknek, és azok ezáltal befogadják őket. Habár korábban is hajlandóak voltak erre, azzal, hogy részt vettek a mentésben, maguk is egy kicsit a közösség részévé váltak, és meg is dolgoznak azért, hogy a helyiek örömmel lássák őket, hiszen az újjáépítésben is segíteni szeretnének, az a szándékuk. Valószínűleg viszont még komplikációkat fog okozni a helyiek számára, hogy itt van az osztag, úgyhogy valószínűleg lesz még bonyodalom itt a következő epizódokban. Most viszont tényleg nem tudok ennél többet elmondani ezzel kapcsolatban. Nem volt ez egy rossz rész, nekem egyébként tetszett, de sok mindent nem lehet ezen felül elmondani róla. Így ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ezen felül kövessetek Facebookon, Instán és TikTokon, illetve csatlakozzatok a csatorna Discord szerveréhez is, hogy ne maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuperköszönettel, illetve a csatornatagság funkcióval csupán havi 400 forintért ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek!